Hello, sziasztok! Üdvözlünk titeket egy új videóban. A mai napon annyit haladtunk, hogy a gipszkarton falnak ezt az oldalát, ami a szoba fölé oldala, ezt szinte végig lebontottuk, kivéve itt az ajtó fölötti részt. Elvitték a konyhabútorokat, és már egész nagy sok hely van. Ez a tűzhely még mindig nem került el, ez az oldal úgy áll, hogy itt már van még egy ajtónyi hely. Kicsit körbe megyünk. Itt már látszik az eredeti verzió, hogy itt volt a fal, és akkor remélem sokkal több fény lesz, itt át lehet menni. Itt van, amit kibontottunk, anyag, majd ezt beleszépítve, ott a másik oldalon lesz egy gardróbszoba csinálva, amit miatt kivágattam a falat, és annak be lesz ott építve. Ez a régi szekrény, ez talán marad, de az is lehet, hogy még majd elajándékozom. Ezek az anyagok lesznek beépítve a fürdőszobába, ilyen álfalat csinálunk oda hátulra, ezért a csapért nem jöttek mégsem, a mikró az megmaradt. Ez egy nagy zsák sitt, ezt most levisszük. Itt pedig a fürdőszobában annyi történt, hogy igazából semmi, ez ugyanaz, mint eddig volt. Innen levéstük még a felső szintet, ezt a részt. Ja, elvitték az harmonika ajtóknak a felét, illetve ez meg az az ajtó, ami már a következő videóban már nem lesz, ott már új ajtó lesz, és ide lesz egy fal fölépítve. Ebbe a vonalba, ahol most a parketta van körülbelül, az itt el lesz, és ez itt, ahol most állok. Ez a rész, ez egy ilyen gardróbszoba lesz belőle. Azon gondolkodom, hogy az ajtót az beljebb teszem, szerintem egy kicsivel beljebb, hogy legyen-e ajtaja egyáltalán, ezen még gondolkozom, úgyhogy ha valakinek van ötlete, hogy hogy legyen, azt majd azt szívesen várom. És hát nagyjából ennyi mára. Úgyhogy sziasztok, a következő videó az kedden lesz, amikor is hozzák az új ajtót és beszerelésre kerül. Úgyhogy ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy figyeltetek és követtek engem. Aki még nem, az iratkozzon fel a csatornámra, és a következő videóban az ajtócsere lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!